Az Egregyi Szület rendezvényén idén is megszervezik a már hagyományosnak mondható főzőversenyt a Korok és Borok Múzeum rendezvényterén. Az előző évek tapasztalatai alapján a jó hangulat garantált, a finom ételekről pedig a nevezők gondoskodnak ezúttal is. A megmérettetést szeptember 9-én vasárnap 13 órai kezdettel tartják. A művelődési központ kiírása alapján bográcsban kell főzni tetszőleges ételt sertéshús felhasználásával. Az étel elkészítéséhez kizárólag gázégő használható, a főzéshez három óra áll a csapatok rendelkezésére. A szervezők minden nevezőnek biztosítanak 5 kg sertéshúst, sátrat és sörasztalt. Minden további hozzávalót a csapatok tagjainak kell magával hozni a helyszínre. Az előző évekhez hasonlóan a zsűrizés ezúttal is a résztvevők sátránál történik majd, a zsűri számára terített és dekorált asztalnál. Az értékelés során az étel ízét, elkészítésének szakszerűségét, a tálalás küllemét és a dekorálást figyelik majd. Az első három helyezett karikatúrát és értékes nyereményt kap. A győztes csapat nyolc fővel részt vehet a budapesti adventi vásáron, és a Vándor Bogrács díj is új gazdára talál. A művelődési központ minden résztvevőtől 15 adag ételt kér biztosítani jelentkezni szeptember 5-e szerdáig lehet a programkukatzhévizgaléria.hu e-mail címen. A felhívás plakátját megtalálják képújságunkban, honlapunkon és Facebook oldalunkon is.